nehézség és kihívás ért utol bennünket, amiről egyrészt szívesen lebontunk volna. Másik oldalról meg ezek között voltak olyanok, amikre nem igazán lehetett előre készülni. Nyugodtan ide sorolhatjuk a koronavírust, a háborút abban minden hozadékával, de akár az asszályt is. És ezekre nem nagyon lehet így előre készülni. Ha előre tudtuk volna, hogy ezek jönnek, akkor sem nagyon lett volna eszközünk, amivel kivédjük az ebből fakadó hatásokat. Minden mellett ugyanakkor nekünk meg kell próbálni kezelni az ebből ránk eső feladatokat, és ebben minden eszközzel igyekszünk majd a rendelkezésre állni. És hát voltak olyan változások, amelyek azért nem értek bennünket meglepetésként, míg a közös agrárpolitika reformja az ilyen volt, az 7 éves ritmusban azért megmegújul, tehát erre azért illet készülni. És azt gondolom, hogy erre kellőképpen fel is készültünk, és azt gondolom, hogy a vizsga feladatot az egységes kérelmek benyújtását a tavalyi évben azért sikerrel vettük. 164 ezer kérelem lett benyújtva a tavalyi esztendőben, és ennek a szokásoknak megfelelően a kétharmadát a falugazdász kollégák segítségével nyújtottuk be, akiknek köszönöm, hogy ebben az emberpróbáló feladatban helytálltak, hisz azért, mert ez rutinszerűnek tűnően megment, azért emögött sok munka volt, és sok mindenhez kellett alkalmazkodni. Nagyon sok kérdést kaptak a gazdálkodók, és nem csak azoktól, akiknek rendszeresen mi nyújtjuk be az egységes kérelmét, hanem olyan gazdálkodóktól is, akik jellemzően más megoldást használnak az egységes kérelem beadásánál, de a falugazdászokat felhívták, hogy jól értik-e, akkor hány pontot ér az ajöbbe ez a vállalás, hogy akkor ez vajon tényleg így működik-e, mit érdemes választani, többiek miben gondolkodnak. Tehát nagyon sok ilyen tisztázó kérdés azért bizony-bizony nagyon sok időt elvett, és ez a bürokratikus nehézség ez bizony rányomta a lényegét a tavalyi esztendőre. De aztán ugye nyáron jött a következő kihívás, hogy itt a TMR végzések világába is belekóstolhattunk, ami azért néhány gazdálkodónak okozott kellemetlenséget, és a saját kollégáinknak is. Ugye meg kell tanulni a mobil gazdával fényképezni, feltölteni, amit kiderült, nem minden telefon tud megcsinálni. Kiderült, hogy a műhold az nem feltétlenül tudja megkülönböztetni a szőlőt a kaszálótól, mert hogy felülről az nem egyértelműen látszik bizonyos felbontás esetében. Meg hát voltak azért elég bagatell hülyeségek is, még augusztusban buzát keresni a területen azért az nem egy szakmailag indokolt kívánság. De én azt gondolom, hogy ezek gyerekbetegségek, és inkább csak megmosolyogjuk őket, mint sem, hogy ez akkor kezelhetetlen nehézséget okozott volna, de reméljük az idei esztendőben már ez sem lesz. A stratégiai tervről esett szó, ugye a 7 éves ritmusban az ígéret az megérkezik, hogy egyre gazdabarátabb közös agrárpolitikát fognak csinálni, és mindig a bürokrácia csökkentésre készülnek. Na most ez már ott sejthető volt, hogy nem fog sikerülni nekik, amikor azt mondták, hogy a stratégiai tervet, ugye a változásnak az egyik fontos jellemzője az volt, hogy most minden országban stratégiai tervet kellett készíteni. És nem csak, tehát az egészre, tehát az egyes és a kettes pillére egyaránt, így egyben. És az volt a mondásuk, hogy egy 60-80 oldalas dokumentumot várnak az országoktól. Na a vége az lett, hogy a tartalomjegyzékre tenni, ugyanis 1500 oldalba sikerült leírni, ami a brüsszeliek számára is elfogadható lett végül. Úgyhogy hát körülbelül azt láttuk, hogy ez a bürokrácia csökkentés, ez körülbelül ezzel lesz paralel, és hát valószínűleg nem is tévedtünk nagyon, mert valóban azért voltak komoly ügyintézés szempontjából kihívást jelentő feladatok. Ugye itt, ha arra gondolom, hogy az AÖP keretében a gazdálkodóknak mindenkinek saját döntést kellett hoznia, ez már önmagában egy komoly terhelés volt a rendszeren. De akárhogy is, ha nagyobb terhelés, ha nem, nekünk az a feladatunk, hogy kiszolgáljuk a tagjainkat, önöket, ezért arra az elterjedés jutottunk, egyrészt a tavalyi tapasztalatokból kiindulva, illetve abból, hogy az idei évben lesznek olyan feladatok, amik tavaly még nem voltak, de tudva levő volt, hogy idén már foglalkozni kell velük, hogy bővítjük a falugazdász létszámot, és most már több mint 700 falugazdász áll rendelkezésre, mindegy 170 főt tudtunk felvenni. Ez a 170 ember egyébként hál' Istennek egy mély merítésből került kiválasztásra, hiszen a 170 státuszra több mint 1500 ember jelentkezett,
ami számomra megnyugvás, mert az azt jelenti, hogy volt miből választani, és így az a reménységünk, hogy önök felkészült szakmailag kellőképpen kipallírozott és elkötelezett faluhazdászok állnak majd az önök rendelkezésére. Mind az új, mind a tapasztalt kollégákat felkészítettük. Természetesen a szokásos szakmai hátteret azt biztosítottuk. Különböző vizsgákat kell tenniük a kollégáknak, meggyőződvén arról, hogy ők valóban elsajátították az idei évre vonatkozó fontos tudnivalókat, és kiküszöbölve azt a hibát, hogy a különböző felületeken működjenek a mobiltelefonok, ezért egy ilyen infrastrukturális fejlesztést is végrehajtottunk, és abban bízunk, hogy a kollégáknál levő eszközök azok képesek lesznek a rendszer által generált kihívásoknak megfelelni. Ugye aztán van olyan dolog, ami nem Brüsszel hibájából nem ment olyan jól, és azt mondom, hogy őszintén erről is kell beszélni, ez az idei év első néhány hetére, hónapjára esett, ez az elektronikus gazdálkodási napló körüli Herceg utca. Hát ez ezért egy idegpróbáló folyamat volt. Tehát rendszeresen hallottam a kollégáktól, hogy úgy nehéz dolgozni, hogy belőzítem az adatot, majd eltűnik, még egyszer belőzítem, akkor már kettő van, az egyiket kitörlöm, hopp, most már egy sincs. Tehát ez így vicces így elmondani, de nyilván napi szinten ezzel foglalkozni az, azért az már egy idő után valószínűleg nem csal mosolyt az ember arcára. És hát ugye pakolva lett a rendszer, amíg aztán ki nem derült, hogy a ló az döglött, tehát ugye akkor ezt a patkolást, ezt jobb volt abba hagyni. És arra az elhatározásra jutott a tárca, hogy az elektronikus naplót azt, hogy elengedjük. És akkor ezzel a továbbiakban nem kellene foglalkozni. Igen ám, viszont az előbb emlegetett 1500 oldalas stratégiai tervben le van írva, hogy az AÖP-s kifizetéseknek ez feltétele. Tehát a gazdálkodói oldalról, meg gondolom a többség nem maga töltögette ezt az EGN-t, a gazdálkodói oldalról azért volt ez érdekes, hogy azért az AÖP-s pénzekre a többség legalábbis én egész biztosan gazdálkodóként igényt tartok, tehát valahogy azért csak meg kellene oldani azt, hogy ezek a pénzek nem érkezzenek. És akkor az a megoldás született, hogy akkor Népik feladatul kapta, hogy akinek ez a gazdálkodási napló nincs megnyitva, vagy nem sikerült feltölteni vele bármit is, akkor kérdezze meg az érintettet, hogy ugye szeretett volna adatokat feltölteni. Na most nagyon remélem, hogy nem volt olyan, aki erre azt válaszolta volna, hogy nem szerettem volna, mert az ugye komoly problémákat fog okozni a teljesíthetőség oldaláról, de bízunk benne, hogy a gazdálkodók mindegyikre azt válaszolta, hogy igen, akkor még esetleg a névig feltett egy-két tisztázó kérdés, de ez úgy néz ki, hogy lehetővé teszi, hogy az AÖP-s források kifizetésre kerüljenek, sőt, már hallottam olyan, aki kapott is, de a terv az, hogy április hónapban, tehát ebben a hónapban az AÖP-s nekünk járó forrásoknak a 60-75%-a az megérkezik a gazdálkodók számlájára. Ez mindenképpen jó hír, de jegyen meg, aki egyébként még most is kap a Névig-től levelet, még most is vannak olyan kérdések, amiket feltesznek, például olyan, hogy a permetezési napló meg lett nyitva, de nem töltöttünk fel vele semmit, hogy ez miért van. Ez egyébként nyilván, hogyha valaki ezt elfelejtett, akkor azt pótolni kell, de nagyon sok esetben mindig ez azért nincs benne feltöltve semmi, mert egy gyepterületet nem permeteztünk semmivel, tehát nyilván akkor ezt a választ meg kell adni, hogy mindig megnyugtató le tudja zárni ezt a folyamatot. A múltról talán ennyit, és engedjék meg, hogy egy olyan kérdést, egy olyan témát is idehozzak, ami azért némi kommunikációs hullámot vetett az elmúlt időszakban, ez pedig a vadkárnak a kérdése, és azért kezdtünk ezzel foglalkozni, mert a gazdálkodóinktól, tagjainktól kaptunk a jelzést, hogy ezzel kapcsolatban nekik vannak problémáik. Én azt vélemezem, hogy nem az Örök megyé a legfrekventáltabb megye e tekintetben, de biztos vagyok benne, hogy itt is vannak olyan lokális problémák, amiket adott esetben illene kezelni. Én amiben hiszek az, hogy a kultúrát hangnemben alapuló együttműködés és a normális hangnem az, ami eredményre vezet.
mind a vadászatra jogosultak, mind az agrár, illetve erdőgazdálkodók részéről. Normális hangnemben kell tudni egymással szót váltani, mert a vadkár megelőzése ebben az esetben tud jól működni. Persze mindenki a saját szavaiért felelős, tehát azért tud felelősséget vállalni, de én úgy gondolom, hogy a saját feladatainkat el kell végezni, és a gazdálkodóktól is ezt kérem, hogy nem csak a kommunikációban, hanem a jogszabályból fakadó kötelezettségeinek is tegyenek eleget. Falugazdász kollégák kaptak egy felkészítést a tekintetben, hogy a vadkár szempontjából milyen feladatai és milyen lehetőségei vannak a gazdálkodóknak. Ebből is vizsgázni kell, tehát önök egész nyugodtan forduljanak kérdéssel a falugazdász kollégákhoz, hogyha vadkár problémával szembesülnek. Ugye a vadkár kérdés alapvetően az én meggyőződésem szerint oda vezethető vissza, hogy az elmúlt időszakban az országban a nagy vadállomány nem homogén formában, de lokálisan bizony-bizony rendkívül magas szintre emelkedett, nem egy esetben olyan mértékűre, ami már szinte kizárja a békés egymásra vetélésnek a lehetőségét is. Tehát ha megnézzük, hogy az elmúlt másfél évtizedben megduplázódott a nagy vadállomány Magyarországon, akkor ez egy nagyon sokat mondó adat. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy kétszer annyi nagy vad, kétszer annyi vadkárt okoz, de valamiféle korrelációt én azért feltételezek a két szám között. És ha megnézzük, hogy a 60-as, 70-es évekhez képest a terítékadatok a 17-szeresére növekedtek napjainkra, akkor én úgy vélem, hogy ezzel a témával illik foglalkozni. És azért is illik ezzel foglalkozni, mert azok az adatok, amik rendelkezésünkre állnak, azok napnál világosabbak, hogy nem helyesek, nem pontosak. Ugye a terítékadatok azok azt gondolom még az objektívhez közel álló adatok közé tartoznak, de az állomány becslési adatokkal azért azokkal komoly probléma van. Ugye azok a számok, amikkel mi kalkuláltunk, azok Csányi professzor úrtól származnak, ugye ő vezeti azokat a statisztikai táblákat, amelyeket elméletileg a vadgazdálkodás előállít, és bizony ugye a vadászatra jogosultak minden évben leadják azt a becsült létszámot, ami az ő területükön az egyes vadfajokból megtalálható. Na most, ha azt nézzük, hogy ezek az adatok mennyire hitelesek, akkor egy egyszerű számítást hadd hozzak ide. Ugye az körülbelül lehet sejteni, hogy mondjuk egy gímszarvasnak milyen szaporodás biológiai jellemzői vannak, és azt is tudjuk, hogy mik a kilődési adatok, és ha feltételezzük, hogy a 10 évvel ezelőtti állomány adatok azok valósak voltak, akkor szeretném jelenteni, hogy a gímszarvas az néhány évvel ezelőtt kihalt Magyarországon. Tehát, hogy ennyit az adatok komolyságáról. Tehát nyilvánvaló ez így nem működik. Én magam is vadászom, látok néhány vadásztársaságot belülről, én is tudom, hogy nagyon működik, ha akarunk nyomni 10 bikát, akkor azt kell mondani a hatóságnak, hogy ennyi szarvasunk van, és akkor kapunk 10 bikát. Ez így működik, ennek nem így kell működni, és egyébként azt is megértem, hogy senki nem akar igazat mondani, mert a hatóság azt fogja gondolni, hogy ugyanúgy blöfföl, mint a többi, és akkor kap egy betarthatatlan kilövési számot. Lényeg a lényeg, ez így nincsen rendjén, és több esetben a gazdálkodók abbéli panaszokat fogalmazták meg, hogy nem szívesen konfrontálódnak. Nem szívesen konfrontálódnak, mert nem egy esetben úgy gondolják, hogy nem éri meg, hogy mondjuk a felesége főnökével, egy országgyűlési képviselővel, az integrátorral, aki megveszi a terményemet, az iskolaigazgatóval, ahol a gyerekem jár, vagy a térség legnagyobb vállalkozójával nem szívesen feszül szembe, mert nem kell különösebben ezt magyarázni, és abban kérték a segítséget, hogy ebben valamit találjunk közösen, mert bizony az a vadkár, ami mondjuk 3 évvel ezelőtt még mondjuk úgy, hogy tolerálható volt, az 2-3 nehéz gazdasági év után már nem biztos, hogy belefér. És ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy ebben megpróbálunk a tagjaink segítségére állni, rendelkezésére állni, és egyébként mi onnan indulunk, hogy szakmai segítséget nyújtunk, jogi segítséget nyújtunk. Azt látjuk, hogy a gazdálkodók által elvesztett perek jelentős része abból fakad, hogy valamilyen eljárási hibát követel, vagy nem teljesítette azokat a kötelezettségeit, amit egyébként a jogszabály rá ró. Ezért
mi ebben segíteni szeretnénk. A falugazdászok, ahogy említettem, állnak rendelkezésre, és azt is szeretném leszögezni, hogy mi csak annak a gazdálkodónak tudunk segíteni, és annak is akarunk segíteni, aki betartja a szabályokat. Tehát aki odaveti a kukoricát az erdő szélére, az azóta, hogy nem tartja be a szabályokat, mert ott 5 métert el kell hagyni, mi sem fogunk rendelkezésére állni. Nagyon szívesen nem mondjuk neki, hogy miben hibázott, és mit kell neki tenni ahhoz, hogyha a jövőre szeretne ilyen segítséget igénybe venni, mit kell tennie, de addig nem tudunk rendelkezésére állni. Abban az esetben, hogyha is elmondjuk, hogy hogy kell bejelenteni a vadkárt, milyen feladata van, kihez kell fordulni, mennyi idő áll a rendelkezésre, tehát itt egyfajta jogi hónalányulás az, amiről most beszélek, és hogyha eljutunk odáig, hogy megállapította valamilyen szakértő, hogy itt mennyi a vadkár, és nem tudnak még itt sem megegyezni a vadászatra jogosult, illetve a gazdálkodó, akkor úgy beszéltük meg a vadászkamarával, hogy egy békértető testülettel igyekszünk egy ilyen mediátori feladatot ellátni, hát ha mégis sikerül megállapodásra jutni, de amennyiben nem, akkor értelemszerűen a bírósági szakasz következik, és abban az esetben, hogyha a gazdálkodó, mert ő fut a pénze után, tehát őt érte a kár, tehát ő szeretne pénzhez jutni, akkor mi igyekszünk akár faktorálással, akár követeléskezeléssel olyan pénzügyi segítséget nyújtani, amivel nem a teljes kár egészét, de annak egy bizonyos részét odaadni, hogy mondjuk a gazdálkodási tevékenység azért folytatódhassék. Ugye egyébként sok kritikát kaptunk ezzel az elképzelésünkkel kapcsolatban. Nem egy esetben azt vágták a fejemhez, hogy miért kellett ebben nekünk beleavatkozni. Egy tízegységnyi vadkár esetén, ugye 9 szeára a gazdálkodóknak, mert ugye egy egység 10% az az önfenntartási érték, tehát az, hogy a gazda hozzájárul az állatállomány, a vadállomány fenntartásához, hisz a vadnak is valahol létezni kell, az a természet része. De ott az a 9 egységből az volt a mondás, hogy a gazdának adtunk 5-6 egységet, és mindenki boldog volt, miért kell ezt a rendszert bolygatni. Én erre azt mondtam, hogy én nem tudom elképzelni, hogy valaki attól boldog, hogyha tízegységnyi kár éri, hogy kap belőle 5-öt, ha neki egyébként 9 járna. A boldogság definíciója az én fejemben valahogy máshogy néz ki. És igenis, ha egyszer a tízegységből 9 jár neki, akkor tessék kifizetni neki a 9-et. A gazda dönthet úgy, hogy lemond egy bizonyos részéről, mert mondjuk vadászik, és neki úgy gondolja, hogy ez egy fontos cél, hogy a vadásztársasága jól működjön, de ez legyen az ő döntése, és ne egy kényszerből szülessen ez az elhatározás. Tehát így néz ki ez a történet, és még egyszer azzal zárnám, amivel kezdtem, a gazdálkodóknak nem csak jogai, hanem kötelezettségei is vannak. Én mindenkit kérek, hogy maga lehetőségei szerint próbáljon megfelelni ezeknek a feltételeknek, mert akkor tudunk rendelkezésre állni, hogyha jogi személyen járnak el a gazdálkodók. Ennyit a vadkár kérdésről. A másik kérdés az kevésbé szórakoztató, de azt is fegyverrel űzik, ez pedig a háború és annak a következményei, amik ránk nehezednek. Nyilván örülünk neki, hogy nincs háború, és nagyon sajnálunk minden áldozatot, legyen az akár anyagi, természeti, vagy ne adj Isten emberéletben hozott, de mi most foglalkozzunk azzal, ami ránk nehezedik. Ugye itt alapvetően felborultak a piacok, olyan helyzet alakult ki, amivel korábban senki nem számolt. És úgy véljük, és erre igyekszünk felkészíteni a tagságot is, hogy ha kitörne a béke egyik pillanatra a másikra, akkor sem arra számoljunk, hogy itt visszáll a háború előtti állapot, és onnan folytatjuk, ahol ott abba hagytuk. Nem ez fog történni. Úgy vélem, hogy nekünk változni kell, valamilyen formában reagálni kell azokra a változásokra, amelyek bekövetkeztek. És itt bizony mindenkinek a saját gazdasága szintjén kellene megtalálni azt, hogy mi az ő helyes válasza. Ez lehet akár a gazdálkodói együttműködés, lehet a precíziós gazdálkodás, lehet a feldolgozottsági szint növelése, vagy ezeknek valamilyen kombinációja, vagy valamilyen speciális terméknek az előállítása, vagy bizonyos réspiacoknak a megtalálása, ahol ő értékesíteni tud. Ezt nem tudom, ezt mindenkinek a saját vállalkozás szintjén kell, hogy megteremtse. Itt van tehát velünk a változtatási kényszer, ugyanakkor annyi jó hírünk van, hogy a változtatási kényszer mellé a változtatás lehetőségét is kínálja a mostani helyzet, hisz a vidékfejlesztési programban az előző időszakhoz képest 4-szer annyi forrással rendelkezésre, hogy fejleszünk és
valamilyen hatékonysági növeléssel próbáljunk válaszolni a piaci kihívásokra. A forrás bővülésnek egyetlen egy oka van, nem azért kapunk több pénzt, mert Brüsszelből több érkezik, hanem azért, mert a kormány a 17,5%-os hazai társfinanszírozási mértéket 80%-ra emelte. Ebben nagyon sokat dolgoztunk, és azt gondolom, hogy ez egy nagy-nagy közös siker, hogy ennyi pénz áll rendelkezésre. Ugye ez azt jelenti, hogy minden 100 forintból 80 forint az a hazai büdzséből érkezik, és mindössze 20 forint az, ami a brüsszeli forrás. Tehát ez nem egy ilyen brüsszeli adomány, vagy kegyelem kenyér. Ez a pénz az azért áll ilyen mértékben rendelkezésre, mert a kormányzat nem csak a szavak szintjén elkötelezett a vidékfejlesztése mellett, hanem amikor döntéseket kell hozni, akár anyagi természeti döntéseket, akkor is tudja, hogy hol a szíve és hol az esze. Így áll összesen össze ez a 2900 milliárd forintnyi pénz, amiből ugye 600 milliárd az uniós és 2300 milliárd a hazai. És azt gondoljuk bele, hogy mondjuk Németországban elveszik a gazdálkodóktól a nekik korábban járt támogatásokat, hiszen a gázzal jövedéki adó visszatérítésnek a lehetőségét megvonják a német gazdáktól, és egyébként beszélgetve velük, ők teljesen meg vannak döbbenve, hogy a magyar kormány milyen pénzmennyiséget bocsát a gazdálkodók rendelkezésére, és ők azt mondják, hogy nem értik, hogy egy ő általuk eddig náluknál szegényebbnek gondolt ország ilyen mértékű támogatást tud nyújtani a gazdáinak, míg náluk egy gazdag költségvetéssel bíró ország meg megszorításokat kénytelen tenni a gazdákkal szemben. Úgyhogy nyilván itt végig kell gondolni azt is, hogy milyen elköteleződés kell ahhoz, hogy egyik, illetve másik döntés szülessen az országokban. A támogatás, én azt gondolom, hogy példaértékű, de annak is van jelentősége, hogy ezt a 2900 milliárd forintot mire költjük el. Ugye az előző kiírás, az előző tervezési időszakban is az volt a tüvelykúj szabály, hogy ennek a pénznek, ami akkor rendelkezésre áll, illetve a mostainak is, több mint a felét gazdaság fejlesztésre költsük el. Tehát olyan beruházásokra, amivel hatékonyabbak vagyunk, amivel jobban feldolgozott termékekkel tudunk a piacra lépni, illetve amivel az egy hektáron elért eredményt tudjuk növelni. Ugye ez megvalósulhat állattartóterek korszerűsítésben, valamilyen feldolgozóipari, élelmiszeripari beruházás megvalósításában. Tehát valami olyasmi beruházás van, ami a jövő hatékonyságát, a jövő piaci lehetőségét bővíti a számunkra. Van ennek a 2900 milliárd forintnak, ugye ebből 1500-at költünk el, amiről az előbb beszéltem, a gazdaságfejlesztésre. Van egy része, ami az uniós elvárások szerint legalább egyharmad részben kell, hogy ide csoportosuljon. Ez azt jelenti, hogy nálunk nagyságrendek 1000 milliárd lesz elköltve, ez az úgynevezett zöld jövőt szolgáló intézkedés csoport. Na most ettől a gazdák többsége már összerezzen, hogy mi a bánatot akarnak tőlünk ennyi pénzből. Most én azt gondolom, hogy ebből a lehetőségekhez képest egész normális programot tudtunk kikerekíteni. Most nyilván ezt az 1000 milliárd forintot egy belvárosi sötét-zöld civil szervezet pillanatok alatt el tudtam volna dönteni, hogy milyen marhaságokra kell elkölteni, de én úgy vélem, hogy itt a lehetőségeket szinte kimaximalizáltuk, és ebből a programcsoportból tudunk erdészeti beruházásokat támogatni, illetve az ÖKO és az AKG program is ebből kerül kifizetésre, és mivel az AKG és az ÖKO is itt van, ezért egy nagyon nagy részét ennek a csoportnak ilyen jellegű pályázatokon tudjuk majd a gazdálkodóknak odaadni, aminek azt remélem, vagy azt hiszem, hogy gazdálkodói szempontból is van valami értelme, és nem csak a zöldek lesznek boldogabbak ettől. A harmadik és egyben utolsó csoportja ennek a 2900 milliárd forintnak, ez a megújuló vidékre szánt pénz, ez a teljes büdzsének a 10%-át jelöli, körülbelül 290 milliárd forintot. Itt ilyenekre kell gondolni, mint a települési beruházások, akár a külterületi utak fejlesztése, a LEADER program, tudásátadás, innováció, tehát ilyen jellegű programok.